Rémálomszerű évük volt tavaly a magyar gazdáknak. A történelmi aszály hatalmas termés kiesést okozott, emellett pedig az orosz-ukrán háború okozta költségnövekedéssel is meg kellett küzdeni. Utóbbi még most is jelentősen érezteti hatását. A növénytermesztésben és az állattartásban is jelentkeznek a gondok. A lehetséges megoldási lehetőségekről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által Balkányban szervezett fórumon tanácskoztak a vármegye gazdái. A felvásárlási árak nagyon alul múlják, nemhogy a megnövekedett input anyagok árának a költségnövekedését, hanem összehasonlítva akár visszalépést jelentett a 5 évvel ezelőtti árakra. Nem tudom, hogy milyen javaslatok fognak itt elhangzani a minisztérium részéről, miniszter úr beszámolójában, hogy hogy tud bennünket lelkesíteni abban az irányban, hogy ez a romlott vagy nem éppen optimális közhangulat egy kicsit javuljon. Az energia árakkal itt az öntözésre a gondolok, akkor hiába van valakinek a öntözési lehetősége, a megnövekedett áramdíjjal nagyon mérlegre kell tenni, hogy esetleg a többletterméssel, amivel nem tud mit kezdeni, akkor öntözön vagy ne öntözön. Július végén már aratni fogják a gabonát a földeken, addig pedig arra is megoldást kell találni, hogy a korábban Ukrajnából tömegesen behozott terményt elszállítsák a vármegye megtelt raktáraiból. A kormány már rendelkezett a felől, hogy több ellenőrizetlen gabona ne jöjjön be a szomszédos országból, ez azonban csak részben oldotta meg a problémát. A nehézségek ellenére talpon vagyunk. A nehézségek ellenére megküzdöttünk és megküzdünk. Hatalmas nyomás van rajtunk az ukrán gabona miatt, hatalmas nyomás van rajtunk az árak beszakadása miatt, hatalmas nyomás van rajtunk, hogy az összes tárolókapacitás gyakorlatilag csak részben szabad az aratás előtt, mert ugye a betárolt gabonákat még nem szállították el, tehát komoly gondokkal küzdünk. Ez a mai nap, ez arról szól, hogy gazda és az ágazat vezetői, tehát a gazdák képviselői és az ágazat vezetői kormányzati szinten is leüljenek egy terembe és érdemi párbeszédet folytassanak. A magyar gazdák számára nagy segítséget jelenthet, hogy rekordmagas támogatás jut a következő években az ágazat fejlesztésére. Nagy István agrárminiszter elmondta, a magyar költségvetés idén 750 milliárd forintot biztosít a vidékfejlesztési programok támogatásaihoz, amelyből 386 milliárd forint már megérkezett az érintettekhez. A közös agrárpolitika új pályázatait ugyanakkor a világpiaci bizonytalanságok miatt ütemezetten írják ki a gazdák számára. Számos olyan lehetőségünk van a Széchenyi kártya által, az MFB kedvezményes kamatozású hitel által, az Agrárminisztérium kamattámogatása által. Tehát ezek mind-mind segítségek, de kell, hogy meg tudjuk várni a pénzügy piac normalizálódását. Azaz, hogy a gazdák, a pályázók az önrészükhöz banki alapon normális kamatozással tudjanak hozzájutni, hiszen ez nagy mértékben gátolja a gyors beruházást és a gyors fejlődést. Ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés. Ezért szeretnénk a pályázatokat ütemezetten létrehozni, nyilvánosságra hozni, hogy az építőiparnak is ne dömping munkája legyen, hanem ütemezetten tudjanak vállalni, és a gazdák is föl tudjanak készülni úgy, hogy a bevételeiket, a saját forrásaikat azt ütemezetten a pályázatok rendelkezésére tudják állítani. A Balkányban tartott gazdafórumon hangsúlyozták, a gazdák péntek éjfélig nyújthatják be az egységes kérelmeket. Ez kiemelt feltétele annak, hogy később pályázhassanak a vidékfejlesztési program támogatásaira.